Mától Magyarországon is kivezetik a járványügyi korlátozásokat, megszűnik a kötelező maszkviselés, és nem kell védettségi igazolvány a rendezvényekre. Szakemberek azonban arra figyelmeztetnek, hogy a vírus velünk marad, és egy újabb járványhullám esetén az oltások jelentik továbbra is a leghatékonyabb védelmet. Titanilla. Szlávik János a vendégünk, a Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Miért vált most lehetővé, hogy megszűnjenek ezek a járványügyi korlátozások? Minden olyan országban, ahol bizonyos szint alá csökken az új fertőzöttek száma, el lehet azon gondolkodni, hogy kivezessük a komolyabb járványügyi intézkedéseket, és úgy tűnik, hogy hazánkban most jött el az idő, most kellőképpen alacsony a napi új fertőzöttek száma. Nem kötelező a maszkmától, de a lehetőség adott. Ki az, akinek ön szerint élnie kellene ezzel a lehetőséggel? Ne felejtsük el, hogy ez a vírus jelenleg is itt van köztünk. Napi több ezer új esetet találunk még az elmúlt időben. Úgyhogy azok, akik oltatlanok, azok, akik két oltást kaptak, és hat hónap már eltelt a második oltás óta, az idősek, a daganatos betegek, azok az emberek, akik olyan gyógyszereket kapnak, ami az immunrendszerüket károsítja, vagy daganat ellenes terápiában részesülnek, továbbra is nagyon-nagyon vigyázzanak magukra. És ha ők úgy érzik, hogy a személyes biztonságuk érdekében maszkot kell hordani, akkor ők igenis vigyázzanak magukra, akár maszkordással, akár azzal, hogy kerülik a zsúfolt helyeket. Ugyanez vonatkozik az oltások felvételére is. Ugye két oltás sok embernek van, most már három oltást is sokan fel vettek fel harmadik oltást, de azért ott még nagyon sokan vannak olyanok, akiknek már eltelt ez a bizonyos fél év. Azt kell meggondolni, hogy az omikron variáns ellen igenis a három oltás nyújt nagy biztonságot, tehát három oltással bízhatunk benne, hogy nem leszünk súlyos betegek és nem kerülünk kórházba. Tehát akinek két oltása van, még mindig bőven javasolt, hogy most vegye fel a harmadik oltást, hiszen addig, amíg az omikron variáns terjed az országban, addig úgy tűnik, hogy három oltás kell ahhoz, hogy ne, ferd, ne, ne legyenek súlyos betegek. Főorvos úr ezt mondta, hogy itt van velünk ez a vírus. Azt kijelenthetjük, hogy legyőztük a koronavírust? azt kijelenthetjük, hogy bizonyos százalékban az emberek beoltották magukat, egy bizonyos százalékban átestek a fertőzésen, ami egyelőre ahhoz elég, hogy a járvány csúcsát követően a hullámnak az alján legyünk. De az, hogy a jövőben mi lesz, senki nem tudja megmondani. Úgy tűnik, hogy az omikronnak az új alvariánsa nem veszélyesebb, mint az eredeti omikron törzs. Talán kicsit jobban terjed, de egyelőre semmely országban nem jelentett nagyobb veszélyt. Úgyhogy egyelőre várni fogunk, és meg kell várnunk azt, hogy a következő Hónapok mit fognak hozni, akár lesz egy újabb hullám, akár nem lesz ősszel, hiszen ebben még senki nem tud dönteni, hogy pontosan mi fog történni. Igen, ez a bizonyos hatodik hullám, hogy vajon ez ősszel következik el, ha elkövetkezik? Bekövetkezhet hatodik hullám, de ne felejtsük el, hogy azért mégiscsak egy koronavírusról van szó, amivel az emberiség már találkozott. Tehát nem úgy állunk, mint a járvány elején, hogy egy teljesen új vírussal szemben védtelenek voltak az emberek, és sajnos nagyon sokan beteg meg Súlyosan is haltak meg. Egy újabb variánsnál is bizonyos fokú védettségünk már lesz. Az, hogy ezt mennyire lehet fokozni, vagy mennyire kell megint csak az idős beteg emberekre koncentrálnunk, ezt majd a jövő fogja meghozni. Tulajdonképpen most jöhet el az az időszak, amikor már nem pandémiáról beszélünk, hanem erről az úgynevezett endémiáról. Így van. Tehát, hogy bizonyos helyeken fölüti a fejét a vírus, több megbetegedést okoz, és sajnos pont a rizikó csoportba tartozó emberek közül sokan kerülhetnek kórházba. De ez nem országosan, vagy nem kontinensnyi mennyiségben lesz, hanem akár a bizonyos ország részekben, vagy még kisebb területeken. Elképzelhető, hogy úgy marad velünk, mint az influenza, hogy bizonyos időszakonként több esetet észlelünk, de ne felejtsük el, hogy ugye hatékony oltások állnak rendelkezésünkre, és nem sokára hatékony gyógyszereink is lesznek a vírus ellen. Kell-e számítanunk arra, hogy esetleg egy új mutáns üti fel a fejét, hiszen azért a világnak vannak olyan részei, ahol az át az nagyon alacsony, nem magunkból induljunk ki itt Európában. Nemrég bizonyították, hogy igenis, ahol a vírus járványszerűen terjed, ott sokkal nagyobb valószínűsége a genetikai átrendeződésnek, a mutációnak. Tehát addig, amíg a világon nem érjük el azt, hogy a, 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 a lakosság 60-70 a be legyen oltva, ugye tudjuk, hogy az Afrikában most alig 10-15 százalék, addig megvan a lehetőség arra, hogy egy újabb mután szabaduljon el és terjedjen el a világban, láttuk ugye az Omikronnál, novemberben fedezték fel Dél-Afrikában, decemberben az Egyesült Államokban volt, és néhány héten belül az egész világon ugye a domináns törzsé vált. Említette a főorvos, hogy új oltások is készülőben vannak ezekről. Mit lehet tudni, ezek már az Omikron ellen célzottan készülő vakcinák? készül az Omikron ellen is célzott vakcina, de ne felejtsük el, hogy az Omikron ellen a három vakcina elegendő módon megvéd minket attól, hogy súlyos betegek legyünk, vagy kórházba kerüljünk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az újabb típusú vakcinák lesznek a megoldások. Ugye hallani egy olyanról, ami orspré formájában bejuthatható, ugye rendkívül egyszerű módja az immunizálásnak, vagy tapasz formájában, vagy úgynevezett pángenomikus, tehát valamennyi, még a leendő mutációk ellen is védő-védőoltás lesz. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy elképzelhető, lehetetlen az, hogy olyan mértékű koronavírus járvány hullám söpörjön végig a világon, mint amit az elmúlt egy-két évben láttunk. A nyár az ilyen szempontból akkor egy felszabadultabb időszak lehet? Most úgy látjuk legalábbis? Bízzunk benne. Ugye a tavaly nyár sem volt nehéz, a vírus egy kicsit visszahúzódott, nyilvánvalóan a meleg, a, az a, a zárt való kiszabadulás, ugye arra készteti a vírust is, hogy kisé ugye visszahúzódjon. Nagyon-nagyon merem remélni, hogy ebben a háborús helyzetben is az egy -e kicsit felszabadultabb nyarunk lesz. Ugye 1 millió 800 ezer ember esett át körülbelül a koronavírus fertőzésen Magyarországon. A post covid hogy állunk most? Ugye pont most nyílt egy gyerekeknek, akik sok izületi gyulladásban szenvednek a Covid szövődményekén, most nyílt egy ambulancia talán a sotén, de ugye nagyon sokan számolnak be arról, hogy nagyon komoly post covid tünetegyüttessel küzdenek, még akár hónapokkal a betegség lezajlása után, és ez milyen feladatot adhat az ellátórendszernek? Hála Istennek a gyerek gyerekeknél jóval ritkább a post-covid, mint a felnőtteknél, és sokkal inkább a tanulási nehézségekre, beilleszkedési zavarokra vonatkozik, de felnőtteknél valóban 20-25 százalékban akár enyhe tünetek Kell lezajló koronavírus fertőzés előfordulhat. Nagyon nehéz ezt kezelni. Talán a tüdő azt, ahol különböző légzőtornákkal ma már van olyan gyógyszer, ami javíthat a, a légzési nehézségeken. Ez jól kezelhető, de sajnos a szívszövődmények, az agyi ugye a gondolkodás lelassulása, a memória zavarok terén rosszul állunk. A jó hír az, hogy azért ezek nagyjából elmúlnak, ugye a sars egynél a távol-keleti koronavírusnál figyelték azt meg, hogy legkésőbb egy-két éven belül el. Úgyhogy ez azért apró remény mindenkinek, hogy ha akár csak néhány hónapig kell szenvedni, túl kell ezt élni, hiszen ezek a poszt-covid tünetek elmúlnak. Ráadásul van egy olyan megfigyelés, hogy a poszt-covid tüneteket mutató páciensek, ha védőoltást kapnak, a sokat segít a poszt-covid tüneteiken. Mi a helyzet a kórházban kezelt koronavírus, vagy akár csak a betegségtől szenvedő emberekkel? Ugye itt is vannak már új gyógyszerek, ahhoz képest, ahol két éve elindultunk ugye a koronavírus járványa, azóta ez a rész is sokat fejlődött. Úgy tűnik, hogy azok az antivirális szerek, amiket mi alkalmazunk, hatékonyak. Egyre jobban csökken a kórházban fekvő esetek száma, az intenzív osztályon fekvő esetek száma, a lélegeztetett esetek száma, úgyhogy mi is látjuk, a Délpesi Centrum Kórházban ennek a járványnak a végét, ennek a hullámnak a végét, és valóban nagyon-nagyon várunk olyan készítményeket, amelyeket például házi orvosi gyakorlatban lehet sikeresen alkalmazni. De egészen biztos, hogy ezek meg fognak érkezni, sőt, még újabbak is lesznek, úgyhogy azt tudom mondani, a koronavírus nem tud már győzni. Szlávik Jánosnak köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm,